gondolatomat, jócskán lerövidítve, amit terveztem mondani. Bemutatkozásom megtörtént, nem ismételném önmagam, onnan, hova jutottam. Viszont visszanézve fűzfő éveimre, akkori otthonomra, ahol szüleimmel és testvéreimmel éltem, emlékszem egykori tornaórákra is. Még itt a jelenlevők közül is kevesen tudják, hogy akkor tornaterem nem volt az iskolába, sőt, több száz métert kellett megtenni ahhoz, hogy egy úgynevezett tornateremnek becézett tornaszobába jussunk testnevelő órákat megtartani. Szabadtéri sportolási lehetőségünk is csak az úgynevezett kisteniszpályán volt, ami szintén több száz méterre volt található az iskolától. Ezzel is ugye az odajutás, visszajutás lerövidítette a testnevelési órák idejét. Mindezek ellenére csodálatos eredményeket értek el az iskola sportolói, tanulói, nagyon sokan lettek válogatott, illetve valamilyen nemzeti bajnokság szereplői. Azt mondták, csak itt kell bandukoljak, megnézem a gyerekeket, és már rendben van. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és először is köszönöm szépen a meghívást. Minden ilyen meghívásnak nagyon szívesen teszek eleget, főleg amikor gyerekekről van szó, hogy labdarúgó kispályát, nagypályát, különböző sporteszközöket tudnak átadni. Ez mind a jövőnket próbálja elősegíteni, hogy minél eredményesebbek és jobbak legyünk. Hát most egy kicsit szomorú vagyok, mert a futballcsapatunk az nem olyan eredménnyel zárt, mint én szerettem volna. És hát ti itt fiatal kis lurkok felétek szólok, hogy hát itt már lehetne egy fogadalmat tenni, bár most ezen a pályán nem hiszem, hogy a futballt itt kell bemutatnunk. De amik föl lettek építve meg különböző helyeken, azok hasznosak arra, hogy minél magasabb szintre emelkedik a magyar labdarúgás.